Ez a videó egy rövid kiegészítés volna az eddig elmondottakkal kapcsolatban. Elektrodinamikában nem foglalkozunk az álló hullámarány, illetve a haladó hullámarány definíciójával, azonban mikrohullámú technikában ezek rendkívül fontos mennyiségek. Azt már láttuk korábban, hogy a lezárás függvényében vagy haladó hullám, vagy álló hullám, vagy ezeknek a szuperpozíciója jön létre egy távvezetéken. Haladó hullám akkor van, amikor nincs reflexió, tehát illesztés van a távvezeték végén, akkor a gamma értéke nulla. Álló hullám jön létre akkor, hogyha a gamma értéke egy abszolút értékben. Láthattuk, hogy ez szakadással, rövid zárral való lezáráskor jöhet létre, de létrejöhet tekercs vagy kondenzátorral történő lezárás esetén is. Teljesen általános impedanciával történő lezáráskor azonban haladó hullám is és álló hullám is létrejöhet. Azt gondolom, hogy jól érzékelhető az, hogy legjobb az illesztés esete, vagyis amikor gamma nulla, vagyis amikor haladó hullám van egy távvezetéken, mert ilyenkor a teljesítmény áramlás úgymond zavartalan. Az illesztésnek két mérőszáma van, tehát az álló hullámarány, illetve a haladó hullámarány. Az álló hullámarány, amit itt szigmával jelölünk, az a távvezetéken létrejövő maximális feszültségértéknek, illetve minimális feszültségértéknek a hányadosa, ami kifejezhető a reflexiós együtthatóval úgy, mint 1 plusz gamma abszolút érték per 1 minusz gamma abszolút érték. Tehát a maximális és a minimális feszültségeknek, mármint abszolút értékben a maximális és a minimális feszültségértékeknek a hányadosa. A haladó hullámarány ennek reciproka, ezt itt kis k-val jelöljük, tehát a abszolút értékben minimális és abszolút értékben maximális feszültségeknek a hányadosa, ami tehát az álló hullámaránynak a reciproka. Rendkívül fontos, hogy mikrohullámú technikában az impedancia mérés álló hullámarány mérésen alapszik, ezzel azonban mi nem foglalkozunk. Jól látható, hogyha gamma egyenlő nulla, vagyis illesztés van, ami úgy is megfogalmazhatjuk, hogy ha csak haladó hullám van, akkor a szigma is, illetve a k is egy, tehát az álló hullámarány is és a haladó hullámarány is egy. Ha csak álló hullám van, vagyis amikor a gamma abszolút értékben egységnyi, akkor a szigma az végtelenhez tart, az álló hullámarány, míg a haladó hullámarány értéke nulla. A feszültség abszolút értékének a maximális és a feszültség abszolút értékének a minimális értéke az könnyen mérhető, tehát erre létezik mikrohullámú technikában szonda, így aztán a szigma is, a gamma is könnyedén kiszámítható egy mérés segítségével.